Ez már visszavezethető oda, amit jó néhány klubvezető pedzeget, hogy 12 csapatos az első osztály. Nincs, nincs nyugalom. Tehát ami a, a nézőnek érdekes, hogy, hogy mindenki valamilyen módon veszélybe van, az egy klubvezetőnek agyrém. Kétszer kifelé pattan a labda a kapufáról, 6 pont helyet szerzünk kettőt, és ott állunk, hogy úristen, nem a dobogóért közdünk, hanem a kiesés elkerülésért ez az! Ott van! Be lassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is az M4 Sport labdarúgással, focival foglalkozó podcastja. És Székely Dáviddal vitatjuk meg, elemezzük ki az elmúlt hét történéseit, és nincs olyan hét, ahol ne történne semmi. Egyrészt a pályán, másrészt a pályán kívül is, nem is tudom melyikkel kezdjük. Kezdjük a pályán kívülivel szerintem, mert az azért még izgalmasabb, aztán nyilván nem tudjuk elkerülni, és nem is akarjuk elkerülni, hogy a magyar válogatott nagyon szépen fejezte be ezt a sorozatot. Hát a pályán kívül ugye indul a következő forduló majd, péntek este, az OTP Bank Ligában is számos helyen új edző tevékenykedik majd. És számos helyen meg nincs új edző, ahol, ahol sokan azt gondolták, hogy esetleg új edző lesz. Az egészen döbbenetes egyébként, hogy azok közül az edzők közül, akik a tavalyi bajnokságot elkezdték, már csak Hornyák Zsolt dolgozik a Puskás Akadémiánál. Minden csapat legalább egyszer vagy kétszer edzőt váltott. Ez nem tudom, hogy azt jelenti, hogy rosszak az edzők, vagy rosszul választanak a klubvezetők. Vagy a legegyszerűbb megoldás elküldeni az edzőt, ha valahol valami baj van. Biztos, hogy az utóbbi az, ami a, a legalapvetőbb, hogy egyszerűbb az edzőt elküldeni, mint a játékos keret jelentős részét. Én azt mondom, hogy nem biztos, hogy mindig ez a jó megoldás, és néha a játékos keretet kell teljesen átalakítani, de mondjuk a Diós Győr próbálkozott hasonlóval, plusz egy új edzővel, és az sem működött. Én azt gondolom, hogy voltak itt azért rossz kinevezések. Az MTK-nál például Konstantino egyértelműen a rossz kategória, ezt teljesen nyugodtan kijelenthetjük. Az MTK-nak a helyezése, a pontjainak a mennyisége, az véleményem szerint egyértelműen sokkal pozitívabb, mint a mutatott játéka gondolhatunk az Újpest vagy éppen a mezőkövesd elleni mérkőzésre, hiszen egy óriási védő által elkövetett hibából rúgta a vancsagolt az Újpest ellen, a mezőkövest meg jobban játszott, 11-eshez jutott, kihagyta, és a végén hát nem Miovski múlott az, hogy abból a kísérletéből gól lett, hanem sokkal inkább az XMTK-s Bakin egyébként. Úgyhogy ebből kiindulva ott mindenképpen rossz volt a, az edzői húzás. Most nyilván Kisvárdán szerintem beszélhetünk arról, hogy azért nyilván, hogyha nagyon jól kijött volna egymással Révész Attila és Zsóa Janeiro, akkor szinte nem lett volna változtatás. Hozzá téve hogy ugye vannak egyéb szempontok, indokok, amik még kellettek ahhoz, hogy itt végül egy új vezetőedzőt nevezzenek majd ki. Nem is nagyon tudjuk még, hogy ki lesz, bár vannak hírek, hogy tárgyalnak olyan edzővel, aki dolgozott már korábban az mv 1 ben ez egyébként a magyar futballban szintén nem túlságosan meglepő dolog, még azt is tudom mondani talán, hogy külföldivel, de valószínűleg abból nem lesz a végén üzlet. Szóval itt azért különböző egyedi, speciális esetek vannak, de én nagyon-nagyon örülök annak, hogy azért vannak olyan edzők, mint például a, a Gyirmótnál Csertő Euréla, aki kapott egy plusz lehetőséget, és élni tudott vele, és, és, és kijött, hogy nem feltétlenül azonnak kell kirúgni az edzőt, hogyha valami baj van. Gyirmótnál szerintem nem is vártunk edzőváltást. A Gyirmót följutott ami Mi Bravúr, majd a gyirmót mindenki elkönyvelte az első számú kiesőnek. Szerintem még most is ez a hír járja, hogy a gyirmót előbb-utóbb majd összecsuklik, kiesik. A gyirmót a saját keretéből azt, hogy túl vagyunk most már a bajnokság egyharmadán, és a gyirmót nem áll kieső helyen, ez, ez bizonyítja, hogy ott jó munka folyik. A gyirmót esetében az, hogy kétszer-háromszor egymás után kikapsz, az... az az benne van a, benne van a Mint ahogyan ugye az a csapat, amelyik a leggyengébb pillanatnyilag az Újpest, de a játékában sok pozitívumot lehet föllelni, az nem váltott edzőt. Tehát Öning ugye maradt a, az Újpest edzője. Az MTK, amelyik valóban szerintem is, ahogy te mondtad, több pontot szerzett, mint amennyit esetleg a játék alapján kellett volna, ott pedig, ott pedig érkezett most úgy néz ki, hogy végleges megoldásnak ugye Márton Gábor, akinek ebből a műfajból, hogy egy, egy csapatot bent tartson, Lásd Zalegerszeg van rutinja is, nyilván a futballt jól látja, a fehérvári időszaka nem sikerült a legjobban, noha egyértelmű kudarcnak szerintem nem tekinthető. A kisvárdai edzőváltás pedig, pedig egy olyan dolog, ugye amit, amit játékosoknál szoktunk látni, hogy talakér ígérnek valamennyit, és azt eladják. Na most ugye, ha belegondolunk abba a pillanatnyiak talán legmagasabban jegyzett magyar futball szakember, Lőv Zsolt, gyakorlatilag hasonló cipőben járt, kivásárolták őt annak idején a, a szerződéséből, és elszerződött egy másik csapathoz. Nyilván kevesebb összegért ment Zsaneiro most a, a de talán úgy gondolta Révész Attila, hogy Janeiro nélkül is ezt a szintet legalábbis ősz végéig, decemberig lehet tartani, és aztán kérdés, hogy jön-e, jöne valaki vagy sem, az biztos, hogy a, a megbízott edző ugye, ő nem, nem fog a klub tulajdonossal szemben menni, hiszen eddig is egy, együtt dolgoztak, Meglátjuk, tehát, tehát, most ugye az, amit Révész Attila mondott, hogy egy edző olyan 25%-ot tesz, most meglátjuk, hogy az a 75 elége, vagy abból a 25-ből még, még ugyanannyit az új mester is hozzá tud tenni. Ez a kisvárda szereplésén jól látszik, és ugye vannak olyan helyek, például a Honvéd, ahol kifejezetten megerősítették a, a régi edzőt, Horváth Ferencet, pedig ott aztán már plegykáltak erről, arról, amarról. Az egy nagy kérdés, hogy Mondjuk Karió, aki kétségtelenül a Fehérvárral bajnok lett, de utána beleértve a második Fehérvári korszakát is egyik csapatnál sem tett le különösebben sokat, illetve nem volt annyira sikeres, ebből a Debrecenből mit tud kihozni? Ugye rögtön Újpesten kezd a Debrecen egy abszolút hat pontos mérkőzésen, meglátjuk, hogy, hogy, hogy ott is mi volt a probléma, ugye Beránek kivételével, aki külföldiként bajnokságot nyert a Debrecenben, más külföldi edző, vagy más olyan edző, aki nem hajdúsági kötöttséggel rendelkezik, nem nagyon sok sót evett meg Debrecenben, nyilván ott is majd, majd átértékelik, a, vagy értékelik pontosabban az egész helyzetet, amikor vége a, a bajnokság 2021-es szakaszának, és akkor kiderül, hogy új játékosok kellenek, vagy éppen ez a játékos állomány jó más típusú játékra, és így tovább, és így tovább. Ugye az sokat elmond a Debrecenről, hogy a, az elmúlt két mérkőzésén azért olyan második félidőket produkált, amelyel az MTK ellen döntetlent játszott, a honvédelem meg is fordította a meccset két klub van, amelyikről szerintem még ebben a témakörben érdemes bővebben is beszélni, meg arról is, hogy milyen jó fordulónk van, hiszen van két mondjuk ki kiesési rangadó, mert a Honvéd is nagyon hátul van, és az MTK-val találkozik. Ott, amelyik csapat vereséget szenved, azért jóval komolyabb a baj. Az Újpest Debrecen is egyértelműen én, és szerintem az is rangadó. És majd beszélünk persze az előllévők csatájáról is, mert a Ferencváros Molfehérvár is egyértelműen derbinek és rangadónak számít. És akkor egy picit szerintem itt a Honvédnál még mindenképpen elidőzhetünk, hogy bármennyire is valóban megerősítették, és mondom, én alap esetben edzőpárti vagyok, bár látjuk mezőkövesden például tökéletes döntés volt az edzőváltás, de Honvéd oldalról azért, azért jó esély van rá, hogy bármennyire is kitartanak Horváth Ferenc mellett, azért a, szurkolói fórumok közül az egyik már elindította visszaszámlálót, hogy mióta vár arra, hogy menesszék Horváth Ferencet, és hogyha ez a keret, amelyik tényleg egy jó keret, és erre még azt sem tudjuk mondani, hogy idősödő keret, vagy mondhatja, hogy te ezt másképpen látod, mert a Debrecennél ugye névre jó, csak azt megbeszéltük a múlt héten, hogy korosztály tekintve azért már túl van a, a csúcsán a, a keret, de a Honvédnál ezzel nincsen baj. Ott egy idő után egyszerűen menthetetlen lesz abban az esetben a, a helyzet, ha és amennyiben nem tud elkezdeni megint úgy pontokat gyűjtögetni a, a honvéd Horváth Ferencer, ahogy egyébként teljesen hullámbasúg szerűen néha azért tudott, akár az előző szezonban, akár a mostaniban. Hát ez ugye nyilván ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen mióta a Honvédot ugye új tulajdonosok irányítják, azóta nagyon-nagyon sokszor volt váltás sportigazgatói poszton is, és edzői poszton is. Bódok Tamástól kezdve, Pisont István rengeteg szerepvállásaik, amelybe ugye Magyar Kupa győzelem is belefért, egészen addig, hogy most Horváth Ferenc megkapta, úgy néz ki hosszabb távra a bizalmat. Nyilván valami nem stimmel a Honvédnál, mert különben három játékost nem raktak volna ki a keretből. Ráadásul ugye azt nem lehet mondani, hogy az eddigi uh, mérkőzések esetleges negatív alakulásáért mondjuk eppen lenne a felelős, aki nagyon keveset játszott. Tehát ott nyilván más van a háttérben. Másás volt, hogy eldöntött mérkőzést, és Mezgrani sem láttam volna, hogy játékában uh, kilógna a honvédtől. Nyilván ezek belső ügyek, amelyeket ők maguk belül el is rendeznek, de kétségtelen, hogy, hogy, hogy pontot kell gyűjteni, vagy pontokat kell gyűjteni. És, és azért mondom, hogy ha egy csapatnak van egy kialakult koncepciója vagy játéka, ott nem az első dolog, ami az ember eszébe jut, az edzőváltás. Mert ha belegondolunk, ugye dobó esélyesként indult a Paks, amely az elmúlt fordulókban alig-alig szerzett pontot, ugyanúgy 14 pontja van, mint a, a mögötted, de gyakorlatilag közelebb áll most a kieséshez, mint a, mint a dobogóhoz. És mégsem beszél senki arról, hogy na, Bognár Györgyöt Pakson ki kéne rúgni, mert megvan, hogy mi az elképzelés, azt eddig tudták csinálni, most nem tudnak egyel többet rugni, mint, mint, amennyit kapnak. Nyilván lehet, hogy ott is lesz egy olyan pont, amikor, amikor azt mondják, hogy akkor értékeljük át, hogy, hogy ez a futball filozófia jó-e, de, de ahol, ahol szilárd koncepció mellett haladnak, ott nem feltétlenül a, az edzőben keresik a bűnbakot, és könnyen lehet, hogy a honvédnál is úgy látják, hogy nem edzőkérdés, hogy a honvéd mit tesz és mit nem tesz, egyetértek veled, döntő lesz az MTK elleni mérkőzés, mert ha azt a honvéde meg tudja nyerni, akkor levegőhöz jut. Ha azt is elve, és az MTK pedig ugye mondhatja azt, hogy mit csinálja, ha most váltottunk edzőt, tehát nyilván nem fogják egy meccs után kirúgni a, a, az új edzőt, és meglátjuk, hogy, hogy majd, majd, majd egyáltalán hogyan alakul, mennyire játszik esetleg megint a vírus szerepet, hiszen MB2-ben már van olyan csapat, amelyik alig-alig tud kiállni, de, de ez egy, ez egy, nagyon érdekes, hogy hova nyúlnak ö, emberek, és, és ugye nemrég láttunk a gól kettőben Lackó Zsolta, aki Márko Rossi segítője egy interjút, aki azt mondta, hogy hát ő, őt szerinte a, a régebbi magyar edzők tudását vissza kéne valahogy hozni a magyar fociba. Hát egyelőre senki nem régebbi magyar edzőkben gondolkodik, vagy külföldikben, akik már jártak itt, vagy az új hullám képviselői közül néhányban, és ugye az is látszik, hogy azért az nem, nem egyenes út, tehát nem mindenki guardiolaként vagy zidántként kezdi az edzői pályafutását, hanem, hanem nem biztos, hogy, hogy rögtön a legmagasabb szinten kell. Illetve az is egy nagy kérdés, aki ott elkezdi, és nem olyan jól megy neki. Tehát nagy kérdés, hogy mondjuk egy Toldi Gábor vagy egy Huszti Szabolcs, akinek a szakmai munkájával egyébként nem ö, írtak oldalakat, hogy mekkora baj lenne, vajon mikor és a futball mely területén kaphat újra, vagy kap újra munkát nagyon érdekes, mert, és ez most lehet, hogy bántó lesz egyeseknek, nem baj, ez egy podcast, itt azért pont az a lényeg, hogy kicsit személyesebb véleményt is megalkothatunk. Én azt érzem, hogy nagyon-nagyon sok helyen, bármennyire is mindent megtesznek, a legjobb szándékkal dolgoznak, nagyon sok az amatőr és nem teljesen érthető döntés, ami, ami egy, egy felelősebb vezetés esetében nem biztos, hogy megtörténne. Tehát, hogy egész egyszerűen nagyon jól hangzik az, hogy Huszti Szabolcsból vezető edző legyen, de hogyha ha egy, egy évet nem tölt azzal, hogy edzősködjön akár utánpótlás csapatnál, vagy valaki mellett másod edző legyen, akkor benne van igen jelentős az esély arra, hogy egész egyszerűen nem tudja majd kihozni a csapatából azt, amit mondjuk ez Zidán ki tudott hozni, de mondjuk Zidán volt a castilla meg őt José Mourinho vagy Carlo Ancelotti mellett a kispadon. Tehát lehet azt mondani, hogy persze hihetetlen jó edzőkkel dolgoztam, és, és fantasztikusan sok mindent tanultam, és a maximálisnál is jobban meghajolok Huszi Szabolcs pályafutása előtt, de azért az az első pillanatban is neccesnek tűnt, hogy ő milyen vezető edző lesz, ugye? Egy fokkal, mondjuk ha ezt nézzük, és itt a Fradi mérkőzésre is rákanyarodhatunk a Fehérvár ellen, akkor Szabics Imre is mély vízbe került, de mégis jobb helyzetből jött, mert ő azért volt másodedző, látta, hogy milyen ez klubszinten, milyen válogatott szinten, tanulhatott egy csomó minden dárdai pálytól, és én azt gondolom, hogy amikor kinevezték mondjuk Szabicsot és Husztit, akkor az emberek jelentős része azt mondta, hogy na, Szabicsnak ez, ez, ez jobban működik majd, mint ahogyan működik Huszti Szabolcsnak. Nyilván ez is egy érdekes kérdés, hogy aki valamikor valakit kineveznek, az, az mennyi lehet biztos abban, hogy olvassuk mindig, hogy ki hány éves szerződést ír alá. Hát erre, erre mondják azt tapasztalt edzők, hogy gyakorlatilag mindegy. Mert ha jól megy a csapatnak, úgyis hosszabbítunk, ha rosszul megy, akkor meg úgyse tölti ki valaki a szerződését. Ugye ez már visszavezethető oda, amit jó néhány klubvezető pedzeget, hogy 12 csapatos az első osztály. Nincs, nincs nyugalom. Tehát ami a, a nézőnek érdekes, hogy hogy mindenki valamilyen módon veszélybe van, az egy klubvezetőnek agyrém. Kétszer kifelé pattan a labda a kapufáról, hat pont helyet szerzünk kettőt, és ott állunk, hogy úristen, nem a dobogóért közdünk, hanem a kiesés elkerülésért. Én, Szabicsot is már hányszor elküldték volna, Szabicsot nem küldték el, a Fehérvár kiegyenesedett. Valószínűleg a fehérvári vezetők, Salló István, vagy még följebb Garancsi István látják azt, hogy egy milyen munka folyik, kettő milyen nehézségek vannak. Tehát amikor a fél csapat koronavírus fertőzött, most is nagyon érdekes lesz a hétvégi rangadó, ugye a Ferencváros és a Fehérvár között, mert mind a két csapatban, tele voltak válogatott játékosok. Hát Afrikában, a kezdve Maénát, Stopiráig mindenki gólt szerzett. Borzasztó jó formában van. De ki mikor érkezik haza, milyen állapotban, mit mutat a teszt, akár az erőléti, akár a koronavírus. Ez egy, ez egy, ez egy óriási kérdés. Az, azt nyilván nem fogják rögtön mondjuk például Debrecenben elárulni, hogy mondjuk Cario hányadik opció volt arra, hogy ő, hogy ő vezető edző legyen. Mint ahogyan mondtad, hogy csupka Attilával a mezőköves. Igen, nagyon jó munkát végezünk, de kétszer az utolsó, egyszer berúgtak egy 11-est, egyszer meg kivédett a kapusuk egy 11-est. Az másképp alakul, a mezőkövesd, megint ott van lenni, és akkor súbka munkája, amit egész héten végez, az rossz. Tehát én szerintem nyilván az egy nagyon egyszerű megoldás azt mondani, hogy hó, ez az edző nem kell nekünk, ezzel a szurkolókat is el lehet csöndesíteni. Na no de, no de ki jöjjön, és, és ki az, aki abszolút megváltó legyen. Nehéz, nehéz kérdés, és vezető legyen a, a talpán, aki ezt tudja. Ha viszont lenne 16 vagy 18 csapat, akkor meg lenne valószínűleg egy langyosabb középmezőny, ahol mindenki el lubickol, ugye azt mondják nagyon sok, hogy akkor a fiatal magyar játékosokat mindenki betehetné, de igazából amikor meg 16 vagy 18 csapat volt, akkor meg mindenki azt mondta, hogy nincs annyi első osztályú játékos, és esik a színvonal, tehát itt azért nehéz döntéseket hozni, Hát az MB2-ben sem nagyon találunk olyan jó teljesítményt nyújtó fiatal játékost, akire azt mondanánk, hogy nagyon-nagyon hamar el kell vinni egy első osztályú csapatba. Ez, egy, ez egy, megint csak egy nagyon érdekes kérdés, hogy a fiatal játékos mit tud csinálni az mb 3 ban vagy mit tud csinálni az mb 2 ben és akkor most egy, egyel följebb lépek. Ugye a magyar labdarúgó válogatott megverte Lengyelországot idegenben, a döntő gól előtt Kis Tamás adott egy gólpaszt. Kis Tamás tehetségét senki nem vitatta. Kis Tamás nem volt olyan húzó ember a magyar U20-as vagy U21-es válogatottnak, hogy azt mondjuk, hogy na itt van a magyar messzi. De amint a felnőttek között játszott, részfeladatot oldott meg, betette őt már koroszi, teher nélkül futballozhatott, adott egy olyan gólpaszt, a lengyel mérkőzésen, ahol 10 szélsőből 9 berúgta volna az ötösön a kapu elé a labdát, lehet, hogy akkor is bepattan, félreértés, ne essék, de ez egy, ez egy kifejezetten különlegesen jó megoldás volt, és ugye itt már átérhetünk akár a válogatottra is, hogy kiemelt egy olyan embert Marco Rossi, akinek van egy alaptulajdonság, ez pedig a sebesség, a gyorsaság, amely nemzetközi szintű. Annak idején mondták azt egyébként külföldi újságírók, amikor látták a Dombi Tibort futballozni mondjuk, és nem sértődik meg ő ezen nyilván, ha ezt mondom, hogy a Dombi Tibor és a Mark Overmars között a világon semmi különbség nem volt az alapképességében. Mind a kettő futott, mind a kettő megtolta a labdát, ment előre, cselesett, elesett, elesett még, a, még abba sincs, a beadások minősége között volt. És és ez egy nagyon egyszerű történet. És ezért mondom azt, hogy Kis Tamás, aki ugye ugyanúgy Hollandiában játszik, mint ahogy Dombi is játszott ott, könnyen lehet, hogy abban a csapatban megtanulja ezt, nem lesz forró fejű, higgadt megoldásokat fog hozni. És így aztán lehet a magyar válogatottnak két-három olyan játékosa, aki elsősorban, ugye Varga Kevin, Sőn, vagy éppen Kis Tamás a sebességéből tud megélni, Igaz ehhez, ugye mondjuk sőn esetében az kellett, hogy az Ajaxból visszalépjen az MTK-hoz, és most játszik az Egyesült Államokban. Tehát nagyon-nagyon nehéz, de, de ahol van valami világos koncepciót, azért ez könnyebb, könnyebb megtenni, de most azért hozzátéve, hogy bármennyire is nagy nehézségekkel küzdött a Fehérvár, azért mégis azt gondolom, hogy a bajnokság legnagyobb rangadója ez a Ferencváros Fehérvár mérkőzés, ami most a hétvégén következik. Ott már csak a matek miatt is. Így van, most egyébként nincsenek is pontszámban olyan messze egymástól, nagyon nehéz sorozatban lesz a Ferencváros, hiszen utána majd a Betisszel is játszania kell. Egy válogatott szünet után soha nem lehet tudni, hogy milyen munkát végeztek, illetve a visszatérők közül ki és hány percre bevethető. És ugye Szabics Imre aki volt Ferencváros játékos, pont a Fradi ellen nem tudott még bajnoki mérkőzésen nyerni. Én azt hiszem, hogy ha azt a mérkőzést nem tudná megnyerni a Ferencváros, nem is kell, hogy a Fehérvár nyerjen, akkor, akkor az egy jelzés lehet, hogy talán amíg a nemzetközi kupasorozat tart, a Fradi is megszorítható vagy utalérhet. Ugye ne felejtsük el, hogy most már biztos, hogy jövő év tavasszal a Fradi nem játszik nemzetközi kupameccset és azért azt láttuk Kisvárdán is, hogy a Ferencváros az a csapat, amelyik nyolc játékos gond nélkül ki tud cserélni úgy, hogy, hogy a beszállók azért a magyar NB1 meghatározó játékosai legyenek, úgyhogy ez egy, ez egy, érdekes presztízs meccs lesz, és nem csak a presztízs miatt, hanem a, hanem a, pontok miatt is, mert ugye ott lopakodik mondjuk a Puskás Akadémia, akiről sokat soha senki nem beszél, de azért szépen megnyerik ezt a meccset és azt is, és ma ott vannak a, az első két hely egyikén. Milyen keveset beszélünk a Puskás pont azért, mert ott viszont tényleg minden rendben van, az előző öt meccsét megnyerte a Hornyák csapat, még magában is egy nagyon komoly teljesítménynek számít, mert nem hiszem, hogy sok ez hasonló sorozat lesz bárkitől a komplet szezonban. De igen, azért nem mindegy, hogy ötről mondjuk kettőre változik a különbség, úgyhogy a Ferencvárosnak van még pont egy puskás elleni mérkőzése, vagy éppen ötről nyolcra nő. Tehát, ha ezt nézzük, akkor ez egy nagyon meghatározó találkozó. Hozzáteszem, én nem gondolom, hogy ennek a jelenlegi Fehérvárnak nagyon a Ferencvárost kell néznie, és bár mindenki azt fogja mondani, hogy na, akkor most meg lehet -e közelíteni a Ferenc Várost. éppen ez lesz a Fehérvária kommunikációja, hogy mi magunkkal foglalkozunk, nyilván nyerni akarunk, de nem ezen a mérkőzésen múlik majd, hogy az egész évünk milyen. Ez így van, ugyanakkor az is tény, hogy a Ferencváros két hazai bajnoki mérkőzését már elbukta. Ugye tavaly az egész szezonban egyet, azt is a Diós Győr ellen eléggé balszerencsés, mondjuk az, hogy szerencsés körülmények között. Úgyhogy, úgyhogy a Fradinak azért ez, ez, egy, ez egy demonstráció mérkőzés is lehet, hogy ami Kisvárdán is volt, ahol bár a Kisvárda magához képest nem játszott rosszul, főleg ami nem került ember de hát ugye ott is látszott, hogy a Ferencváros azért egy picit a magyar mezőny előtt jár, hogy mennyire jár a Puskás Akadémia előtt, azt is majd ugye meg fogjuk tudni, hiszen játszanak még ebben az évben egymás ellen, az elmaradt meccsüket meg januárban pótolják, és nem baj az, hogyha ha a bajnokságban, ugye nagyon nehéz ez, mert minél jobb egy bajnokság legjobb csapata, mondhatjuk ezt a Bayern Münchenre, vagy mondhatjuk a Paris Saint-Germainre is, elvileg annál unalmasabb a bajnokság. Mert ugye magáról, a bajnoki címről már nem is beszélhetünk. Az elmúlt két-három évben hány ponttal nyer a Fradi, és mindössze több mint tízzel nyert. Most, hogy szorosabb az egész, az embert, vagy talán az embereket, a szurkolókat a magyar bajnokság jobban lázba hozza, ha XY is lehetne bajnok, vagy Z és C csapat között már csak ennyi a különbség. Meglátjuk, nyilván a legjobb, azt szeretné továbbra is azt mutatni, hogy, hogy ő a legjobb. Nem is kérdés. A válogatottról mesélj, légy szíves, milyen volt megélni kint azt, hogy ez a csapat ez le tudta győzni a lengyeleket? Te mennyire vártad azt, hogy ez megtörténhet? Túlzás lenne azt mondani, mindenemet rátettem volna, a magyar válogatott megnyeri ezt a meccset. Először is a légkör olyan volt, ami futballmérkőzéseken nagyon ritka. Tehát a lengyel és a magyar szurkolók már előző nap is egymást ünnepelték, meg a stadionba is. Ugye kiment majdnem 60 ezer néző egy olyan mérkőzésre, ahol, ahol ugye mikor megvették a lengyelek a jegyet, még azt hitték, hogy élet-halál meccs lesz nekik. Én szerintem a lengyel válogatott egészen pontosan Szóza ezt a meccset alaposan eltaktikázta, kilenc embert kicserélt, lewandowski pihentette, nem is fogták még föl szerintem a lengyelek, akkor hogy milyen fontos lenne nekik az, hogy ne kapjanak ki. Most már tudják, ugye a pótselejtezőt ö, jövő héten húzzák, hogy a, a gyengébbik hatosból, az erősebbik hatos, csapatai közül kapnak ellenfelet, akár az olasz, akár a portugál válogatott idegenbe. Ezért nem mindegy, hogy te játszol, nem tudom, Rómába egy olasz lengyelt, vagy, vagy Varsóban egy lengyel, nem tudom, észak macedont Plusz úgy gondolták, hogy ott van a magyar csapat, amelynek a váza, ugye a topligás játékosok, az öt Bundesliga játékosból négy hiányzik. Hát ha, ha, ha valakit megkérdeznek akár az Európa bajnokság előtt, vagy bármikor az elmúlt évek, vagy vajon Gulácsi, Orbán, Szoboszlai és Sallai játszani a magyar válogatóban, mindenki azt mondja, hogy persze. Ugye a Bundesliga csapatból Szalai Ádám maradt, miközben fölállt a lengyel válogatott kilenc olasz-német eh, eh, angol bajnokságban játszóval, meg egy Dinamo játékosa, meg a gólövővel, aki a paukban játszik. Nálunk volt négy magyar első osztályú játékos a csapatban, hozzátéve egy olasz másodosztályút, egy török bajnokság, szlovák, amerikai bajnokság, mindenhonnan összeverbuválódott együtteshez képest. Hogy aztán azért játszottunk mi magunkhoz képest úgy, mert nem volt tétje, vagy, vagy eleve ráérzett megint a csapat arra, hogy mit kell játszani, az biztos, hogy papíron az a lengyel válogatott, amelyik fönn volt a pályán, az is jobb volt, mint a magyar. De ez a pályán nem nagyon látszódott. Tehát, lengyel labdabirtoklási fölény, meg minden van, de a magyar, magyar ö, támadások voltak legalább olyan veszélyesek, amieink voltak legalább olyan szemfülesek, a második kifejezetten gyönyörűre sikeredett. És én azt hiszem, hogy a, a, a legfontosabb, hát eleve az, hogy ugye két meccsen a hat pontot szereztünk a végén, tehát így aztán az, hogy kell-e kapitányt váltani, mi legyen, hogy legyen, az, az nyugvó pontra kerül talán ebből a kérdésből. A másik, hogy szép lassan azért kezd kialakulni az a posztonkénti két-három játékos, tehát az a mag, ami egy nemzetközi középmezőnyhöz elég. Azt mindig el kell találni, hogy most nem tudom én a botka, a fiola, a négó, vagy ki legyen ott a jobb oldalon, vagy a bolla, ha meggyógyul. És vannak olyan posztok, ahol, ahol viszont hiány van, ahol, ahol még mindig, mindig gyengén állunk, ezt vagy valahogy ellensúlyozni kell, hát gondoljunk bele abba, hogy a magyar válogatott úgy játszott kombinatív játékot is nyert, hogy sem Szoboszlai nem játszott, sem Kalmár nem játszott, akit sokan azt mondták, hogy mi ketten együtt is képesek lennének játszani a magyar csapatban, de most felteszem a kérdést, most kihagytuk volna a Séfert, hogyha ők ott vannak. Tehát, tehát rengeteg olyan kérdés, ami ami válaszra vár. Hál' Istennek az UEFA is enyhített a büntetésünket a Nemzetek Ligájában, így csak egy meccset kell zárt kapuk mögött játszani, úgyhogy lesznek, lesznek nagy feladatok. Az őszintén szólva most így utólag látva, ugye az első selejtező meccsünkön a lengyelek amikor nem tudtunk megnyerni, eldőlt, hogy nem leszünk másodikak. A két albán mérkőzés az ugyanolyan fájó, mint az EB selejtező sorozatban, a két szlovák meccs, ahol is ott is ugye az esélyeseket, Velszet és, Velsz és Horvátországot legyőzte a magyar válogatott itthon. Pont ezt szerettem volna még kérdezni, meg egy kicsit hozzá is tenni, hogy nekem pont azt tűnik ki, hogy amikor igazán nagy az elvárás egy velünk nagyjából azonos szintű csapattal szemben, akkor ott azért elég sokszor maradunk alul. Hála jó Istennek, hogy Bulgária meg Izland nem ilyen volt, és kijutottunk az Európa-bajnokságra, de hogy nem tudom, hogy erre mi a megoldás, hogyan lehet elérni azt, hogy ezeket a meccseket tudjuk hozni, illetve hogy, hogy talán pont az volt-e a baj, hogy mi fixnek vettük az albánok elleni hat pontot, miközben utólag azért végignézve a két kereted, azért ez fixnek semmiképpen nem mondható, és amit te már akkor mondtál nekem, hogyha a kinti meccsen csak egy döntetlent játszunk, akkor is már sokkal bejebb vagyunk, mert hogy kettővel kevesebb pontja lenne az ellenfélnek, nekünk még egyel több, és nem támadunk úgy ki, és azt mondjuk, hogy jó, köszönjük meg ezt az egy pontot, ez ma nekünk amennyinél többet nem tudunk szerezni, és itthon próbáljuk meg megverni őket, Hozzáteszem, akkor lehet, hogy sikerül is megverni őket, ezt nem tudjuk. De hogy, de hogy mi a tanulsága ennek a két Albán meccsnek az egész sorozat alapján, szerinted? Nyilván, nyilván maga az első Albán meccs is más, ha lengyelek ellen két plusz pontunk van. Tehát akkor tényleg nem rossz a döntetlen. Abban a meccsben egyébként nem volt több, mint a döntetlen. Én szerintem ott játszott a magyar válogatott a leggyengébben, meg talán az Andor elleni hazai meccs utolsó negyed órájában. Már az itthoni Albán meccsre már javult a játék, csak az eredmény nem javult. Ezt a hullámzást kellene vagy kiköszöbölni. Ugye 2019 tavaszán úgy nézett ki, mikor itthon megvettük Horvátországot, majd veszett, van csapat. Ősszel sima hármasokat kaptunk, teljes mélypont. Ki is cserélt rossz egy csomó játékost, majdnem egy évig nem volt válogatott meccs abból, ami 2019 végén volt, nem következett, hogy mi 2020-ban 8 tétmecsünkből egyet bukunk csak el, följutunk a Nemzetek Ligája a csoportjába, és az Európa bajnokságra is kijutunk. Majd jött 2021, ahol elkezdtük a vb selejtezőt azért három meccs hét ponttal, és nekivágtunk az európa bajnokságra, ahol mindenki azt mondta, örüljünk, a gól tudunk rúgni, ehelyett 10 percre voltunk attól, hogy továbbiussunk minden idők legerősebb csoportjából. Tehát úgy nézett ki, hogy ez a hullámzás, ez megáll. Tehát egy szintet tudunk hozni. Mert nekem nem mondja senki azt, té kétségtelen az albán válogatott tele van topligás játékossal, hogy Albánia erősebb, mint az a Törökország, Oroszország vagy Szerbia. Ugye ezt a három csapatot előztük meg a Nemzetek Ligájából. Ebből a szerbek kim vannak a vb n a törökök, meg az oroszok pócselejtezőn még kijuthatnak. Hát ezek azért jobbak, mint az albánok, a lengyelek, a franciák, a német tek jobbak, mint az albánok, és mégis azt, azt nem sikerült, lehet, hogy ott fejben volt valami, lehet, hogy néhány játékos agya máshol járt, lehet, hogy rossz is belehibázott, nem tudom, azt tudom, hogy, hogy a saját helyünket most már talán tudjuk, hogy az európai futballban hol van, és azt gondolom, hogy egy jó nemzetek ligája szerepléssel, ami ugye a maximum az, hogy benn maradunk az alcsoportban, neki lehet majd úgy vágni az elbés elejtezőknek, hogy megint egy 24 fős Európa bajnokságra ki tudjunk jutni, akár úgy is, hogy ne kelljen végletekig lerágni a körmünket pótselejtezőn. Bár kétségtelen az a heroikus, amikor megverjük... nézetségbe két... jó. É, persze, tehát ha kétszer Norvégiát, meg Bulgáriát és Izlandot. tehát ugye amióta ez van, Nemzetek Ligája pótselejtező, azóta mi négyből négyet nyertünk, tehát ez a mi műfajunk, ezt kell erőltetni. Na de hát ez, erre nem lehet azért alapozni, és ugye gyakorlatilag, ami még mellettünk szól a, a csapat összeérése mellett, hogy Lovrencsics kivételével, aki lemondta a válogatottságot, olyan nagyon más, olyan játékosunk, akire a következő EB selejtező sorozatig, vagy a következő eb nem számíthatunk, olyan nincs, mert bár a csatáraink közül Szalai, vagy a most nem hívott Nikolics azért 30 fölül van, egyet vagy kettőt egy csapat, egy csapat elbír, és van van olyan játékos, ahol meg ha ugye a kapusaink vannak még 30 fölött, ott meg ez abszolút nem számít, sőt, tehát most, hogy a Gulácsi vagy a Dibusz hány éves lesz, két vagy három év múlva, vagy akár a Szappanos, és akkor ugye ott is van ugye a Tóth Balázs szemében fiatalabb kapus is, az, az lényegtelen, mert ott az, az megint az a poszt, ahol jól állunk és hogyha az óránkra nézünk, akkor a podcast tekintetében is jól állunk. Ennyi volt most arra. Természetesen a jövő héten is jelentkezik a gurúj belasítva, az megint egy különleges epizód lesz, hiszen majd Szeviában készül méghozzá a Ferencváros Betis elleni idegenbeli fellépését követően. Ha még nem tették, tettétek meg, iratkozzatok fel mindenhol, ahol kaptok jelzést arról, hogy van új podcast, és hallgassátok szeretettel. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!